Rövid hír összefoglalónkat látják, köszöntöm Önöket! A Rácsalmási gumiabroncsgyár önkéntes programjának köszönhetően felújítják a dunajvárosi mentőállomást. A beruházás költségeit a gyár fedezi. A cég dolgozói és a város lakói munkájukkal járulhatnak hozzá a kezdeményezés sikeréhez. A munkálatok október 7-től 9-ig zajlanak. Az elmúlt héten 3 napon keresztül ellenőrizték a rendőrök a passzív biztonsági eszközök, azaz a biztonsági öv, valamint a gyermekbiztonsági rendszerek használatát. A mérés ideje alatt több mint 100 kihágást tapasztaltak a rendőrök, főként az autósok körében. Az Enyém Tied című darab jelmezes próbáját tartotta a Bartók Kamara Színház társulata a stúdióteremben. A sajtó számára is nyitott eseményen ott volt a színház igazgatója, Őze Áron is. Dunaújváros is csatlakozik az Itthon vagy Magyarország szeretlek országos rendezvényéhez. A szeptember 24-ére és 25-ére szervezett programok között közös futás, mozgásmaraton és koncertek is szerepelnek. Séta. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából városnéző sétát tartottak a Rudas Szakközépiskola 9. osztályos turisztika szakos diákjainak. A túra célja a város meghatározó épületeinek bemutatása. A program pedig az Európai Mobilitási Hét része. Magabiztos győzelmet aratott a Duna FC futszál csapata a bajnokság 2. fordulójában. Fehér Zsolt együttese az idei első hazai mérkőzésen a budaörsi Aramis Esze csapatát fogadta, és a félidei 6-3-as vezetés után a 2. játékrészben gólt sem kapott. Így végül 12-3-as győzelemmel szerezte meg a bajnoki pontokat. Ezek voltak rövid híreink, kedves nézőink, ezzel véget ért félórás hírblokkunk, hamarosan kezdődik a Kispad című sportmagazinunk. Maradjanak velünk, én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!